Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz. Erről Orbán Viktor beszélt reggel a Kossuth rádióban. A kormányfő hangsúlyozta, hogy hétről hétre romlik a helyzet, és nő a világháború veszélye. A legutóbbi hírek szerint a britek szegényített urántartalmú lövedéket küldenének az ukrán frontra, Oroszország pedig taktikai atomfegyvereket telepít Fehér Oroszországba. Orbán Viktor kiemelte, hogy ez még nem atombomba, de a nukleáris eszközrendszer világához viszi közelebb a háborút, ami miniszterelnök hozzátette, nem irodalmi túlzás az a félelem, hogy a háború további kiterjedése előbb-utóbb valamilyen atomfegyver bevonásával is járhat. Feltett kézzel az életért könyörög egy katona, hogy ne lőjék agyon. De nincs kegyelem. Folyamatos az öldöklés az orosz-ukrán fronton, a túlélés esélye szinte nulla. Itt egy fiatal férfit látni, aki remeg a fájdalomtól. Körülötte a lövészárokban halott társai fekszenek. Drámai videók terjednek a közösségi oldalakon. A felvételek annyira megrázóak, hogy azok egy részét ki kellett takarnunk. Elesett katonák holteste hever ebben az erdőben is lemészárolták őket. 415 napja tart a háború Ukrajnában, és egyre véresebb. Megállás nélkül ropognak a fegyverek. Rakétavetőket és drónokat is bevetnek. Távolról a levegőből mérik be a célpontot, amelyet másodperceken belül meg is semmisítenek. Legyen az tank vagy lakóépület. Százával halnak meg a katonák, de minden nappal egyre több a civil áldozat is. Herszonban néhány napja az utcán lőttek le egy embert. Az értelmetlen harcokat nincs ki megállítsa. Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre durvább fegyvereket és harci eszközöket küld Ukrajnának. Németország a napokban döntött arról, hogy újabb vadászgépekkel segít. Nagy-Britannia pedig még ennél is tovább ment. London csak nem egy hónapja jelentette be, hogy urántartamú lövedékeket ad az ukránoknak. Az ilyen típusú fegyverek tömeges halált és szörnyű pusztítást okoznak. Szerbiában az 1999-es NATO bombázáskor több ezer uránium lövedéket lőttek ki. Ezrek haltak meg és lettek rákbetegek. A britek lépésére válaszol Vladimir Putin bejelentette, taktikai atomfegyvereket telepít Fehér Oroszországba. Ezzel szakértők szerint az oroszok fokozottabb készelét behelyezik nukleáris fegyverarzenájukat, ami a legnagyobb a világon. Az Amerikai Tudósok Szövetségének adatai szerint Oroszország 5977 nukleáris robbanófejet tárol, vagyis többet, mint Amerika és rövid idő alatt képesek lennének világvárosokat elpusztítani. Egy Moszkvából kilőtt nukleáris rakéta 20 perc alatt elérné Londont. Nem irodalmi túlzás az a félelem, amely mindannyiunkban ott munkál, hogy a háború további kiterjedése az előbb-utóbb valamilyen típusú atomfegyver bevonásával is járhat. A háború eszkalációjára figyelmeztetett a miniszterelnök pénteki rádióinterjújában. Orbán Viktor azt mondta, ha világháború lesz, akkor atomháború lesz. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy minden héttel romlik a helyzet, és tovább nő a nukleáris fenyegetettség veszélye. Ha világháború lesz, akkor atomháború lesz, és az a jó Isten mentse meg bennünket ettől. Én nem akarom azt mondani, hogy ez hónap reggel bekövetkezhet, de az eseményeknek a lejtése, az, a ritmusa, a menetiránya az ebbe az irányba mutat. Orbán Viktor arról is beszélt, a kormány nem fogja hagyni, hogy az Európai Unió vagy akár az Egyesült Államok belesodorja hazánkat a háborúba. A kormányfő úgy fogalmazott, mi magyarok a béke oldalán állunk, és ott is akarunk maradni. Mi nem fogjuk megengedni, hogy belepréseljenek, beleszorítsanak bennünket egy háborúban. Nem fogunk fegyvert szállítani, és nem veszünk részt egy olyan konfliktusban, amely nem a mi háborunk egyre kevesebben értenek egyet a háború párti nyugattal. Ez derül ki a 21. század intézet legújabb elemzéséből. Hangsúlyozzák, a világ legtöbb országa hazánkhoz hasonlóan a mielőbbi békét szorgalmazza, amelyet szerintük a konfliktus tompításával és nem a kiélezésével lehet elérni. Egyelőre azonban jele sincs a békének. A háború kezdete óta érdemi tárgyalások Oroszország és Ukrajna között még nem történtek.